Köszönöm a szót, elnök úr. Hannó Miklós szerint összemostuk akár őt személy szerint is Humvad Györggyel, amikor azt a kijelentést tettem korábban, és hát most is megerősítem, hogy a politikus bűnözés egy törvényesített formájának tekintem az állásalmazás, szintúgy, mint a mentelmi joggal való élést, szerintem minden esetben visszaélés az. Ha már az új alaptörvényük is szép szavak szintjén kimondja, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, csak hát ugye vannak egyenlőbbek. Én azt gondolom, hogy ez nem összemosás, hiszen ez olyan, mintha az egyik cigány bűnöző kikérné, hogy kérem szépen ő csak uzsorázott, ne nevezzük őt cigány bűnözőnek, mert ezzel mondjuk a lincselést is ráhúztuk, vagy bármely más tipikus válfaját. Ami Kovács Péter ismét meghökhető kijelentését illeti, nem meglepő, korábban ugye megélhetési politikusnak nevezte mindazokat, akik csak országgyűlési képviselői fizetésből élnek, azaz főállásnak tekintik, mint mondjuk Vitter Mária, vagy hát sorolhatnánk. Ez azt gondolom, hogy meglehetősen méltatlan. Ezt korábban ő is elismerte, de kérem, hogy ezt többször ne ismételje meg ezt a kijelentését. Ami pedig azt jelenti, hogy járjunk élen, mi élen járunk. A Jobbik alapszabályában tiltotta meg a politikusi állásalmazást. Egyedül nálunk tiltott, semmelyik más pártban ugyebár ez nem. Azt nem várja, hogy élen járjunk egyébként olyan nem létező szabályban, amit pontosan olyan napirendekkel, amik emberileg teljesítettenek, tartsunk be. Tehát cinikusan, miközben önöknek a 10%-a sincs itt a képviselőiknek, nekünk pedig ön is mondta, hogy 20-valahány százalékunk itt van, van képe minket azzal vádolni, miért nem veszünk részt a teljes ülésen. Hát azért nem, mert olyan hosszú üléseket terveznek be, illetve a mai napra nem is volt előirányozva korábban ülés, ezt hétfőn fogadták csak el önök. A korábbi Kövér Lászlói terv szerint ugye az által kiosztott előzetes ütemterbe ez nem szerepel, tehát más képviselői feladatokat ütemeztünk erre. Önök fogadták el, önöknek kellene itt lenni. Az, hogy éljünk ezzel, ez körülbelül olyan, mint hogy csak akkor javasolhatjuk az előrehozott választásokat, azaz az országgyűlés feloszlatását, ha addig is jó példával jár elől, legalább mi jobbikosok lemondunk a mandátumunkról. Hát ne legyenek már ennyire cinikusak, azt szeretnénk, hogy egységesen egy olyan szabály legyen, ami aztán olyan napirendeket is követel meg, amiket teljesíteni lehet.